Nem tudja, ezért nem fizeti ki a holnapi határidőig Gyöngyöspata és a tankerület a szegregációs perben megítélt 100 millió forintos kártérítést. Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője bejelentette, tárgyalásokat kezdeményeznek az érintettekkel, hogy a pénz helyett fogadják el azt, hogy oktatást kapnak. Híradónknak több család is nyilatkozott, ők ragaszkodnak a megítélt kártérítéshez, ezért végrehajtást kezdeményeznek Gyöngyöspata ellen. Fokozott a rendőri jelenlét Gyöngyöspata romák lakta utcáiban, mert egyre feszültebb a légkör a szegregációs per kártérítése miatt. Péntekig kellene kifizetni annak a 60 gyereknek a csaknem 100 millió forintot, akiket elkülönítve tanítottak egy évtizeden keresztül. A kártérítésre kötelezettek nem tudják teljesíteni a kártérítést. Gyöngyöspata és a tankerület azonban nem tudja kifizetni a kártérítést, mert a településnek éves szinten 40 millió forint a bevétele, amit csak a törvényben meghatározott feladatokra költhet. Ezért kezdeményezik, hogy az érintettek természetben kapják meg a kártérítést. Olyan megállapodást szeretnénk tető alá hozni a felek között, amely nem készpénzt ad a cigány családoknak, hanem a bíróság által jogerősen megítélt kártérítési összeg erejéig oktatást és képzést nyújt. A térség fideszes képviselője szerint, amennyiben kifizetnék a 100 millió forintot, akár a térség egészségügyi ellátása is leállna, és például a pedagógusok sem kapnák meg a bérüket. Múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott a döntésről, az emberek igazságérzete sebet kapott. A velem egy közösségben, egy faluban élő etnikailag meghatározó népcsoport tagjai egy nagy jelentőségű összeget fognak kapni mindenfajta munkavégzés nélkül. Miközben én meg itt keccselök egész nap. A roma családok viszont azon háborodtak fel, hogy az önkormányzat nem fizet. Most ha egy cigány elkövet egy bűncselekményt, kap őt a 2 év börtönt, azt le is kell, hogy üljen. Nem csak úgy elmondjuk a nagy levegőbe. Ha eddig nem tanították meg írni, olvasni, ma ezután sem fognak beülni 22 évesen. Ebben az utcában nincs olyan család, amelyik ne lenne érintett. Minden roma lakosság miatt holnap nem kapja meg a kártérítést. A elvi törvényszékbe szépen kéri a összegvégrehajtását. A helyiek szerint sokan kampányfogásnak használják a szegregációs pert. Politizál mindenki, Gyöngyöspatával akar érvényesülni. Most a Jobbik nem hagyott minket békén, most meg maga Orbán Viktor akarja ezt. A Híradónk által megkérdezett politikai elemző szerint a Fidesz az ellenzéki oldal radikális szavazóit szeretné megszólítani. A későbbiekben is várhatunk hasonló témában szokatlan, politikailag nem korrekt megnyilvánulásokat, mert ez bizony rezonál a Fidesz tábor ezek megnyilatkozásokra, sőt, szerintem nem csak a Fidesz tábor rezonál, hanem az ellenzéki táborból is vannak sokan, akik erre pozitívan reagálnak. A város roma nemzetiségi önkormányzata nyugalomra int, és felelős hozzáállást vár az érintettektől.